Amikor május végén a bajnoki címet ünnepelték a nyíregyházi kosarasok, már lehetett tudni, hogy abban az összeállításban utoljára van együtt a csapat. Egy feljutás esetén törvényszerűek a változtatások, ráadásul az A csoportban nem egy, hanem öt légiós lehet a 12-es keretben. A kék cápák a tervek szerint négy külföldi kosaras foglalkoztatnak majd, közülük kettővel már meg is állapodott a klub. A 26 éves amerikai irányító Nigel Johnson két éve játszik Európában, az elmúlt szezonban a koszovói Szigál Pristina csapatában szerepelt. A szintén 26 éves, 201 cm magas litván Vitis Pipirász a német másodosztályú Schwenningenben 11 pontot és 4 lepattanót átlagolt a legutóbbi bajnokságban. Már nem úgy választunk légiós, de szerintem más sem, hogy megnéz róluk egy-két videót az interneten. Tehát itt azért már nagyobb kutató munkát igényel, le kell azért monitorozni, milyen ember valójában. Az előző edzőivel, előző csapatával is felvettük a kapcsolatot mindkét játékosnak, és nem csak az a fontos, hogy ki hány pontot dob és hogy játszik, hanem hogy tud beilleszkedni a közösségbe, mik azok az erényei, amiket tudunk egy csapat összeállításnál használni. Ez a két srác ennek is megfelelt, úgyhogy amellett, hogy a maguk ligájában nagyon jó játékosnak számítottak, emellett emberileg is olyan kvalitásokkal rendelkeznek, amik alkalmasak lehetnek arra, hogy segítsenek a céljaink elérésében. Július 1-én munkába állt a cápák új vezetőedzője Pető Ákos is. A szakember is részt vesz a légiósok kiválasztásában, tapasztalatai szerint egyre vonzóbb a magyar bajnokság a külföldi kosarasok számára. Egy nagyon erős bajnokság, és ezt a külföldi ügynökök, illetve külföldi játékosok visszajelzései alapján is mondhatom, tehát nagyon szívesen jönnének Magyarországra játszani, tehát egyáltalán nincs már az, mint pár éve egy kicsikét lenézték a bajnokságot. Köszönhetően a nemzetközi kupás csapatainknak is, illetve a válogatott szereplésének is egyre erősebb légiósok jönnek, magyar válogatott játékosokat sikerül a bajnokságnak megtartani, tehát nagyon erős bajnokság várható. Mint Mohácsi Máté elmondta, a két már meglévő légiós mellé hamarosan csatlakozhat egy újabb külföldi kosaras. Egy harmadik játékossal, egy amerikai berobóval is már megállapodás közelében vagyunk. Ha minden jól megy, akkor a héten talán be tudjuk őt is jelenteni. Ő egy igazán nagy kaliber, illetve hogyha ők hárman összeálltak, akkor az ötös posztra kell még egy légióst igazolnunk. Ott még talán egy kicsit kivárunk, talán hogy egy kicsit csökkenjenek is az árak, még picit magasak, de ott is meg fogjuk találni a lehető legjobbat. Nemzetiségtől függetlenül tudom mondani, hogy biztosan egy erős játékos érkezik oda is. A nyíregyházi kosarasok augusztus 2-án kezdik el a felkészülést egyéni munkával, a csapatedzések 10 nappal később indulnak. A légiósok valamivel később érkeznek, szeptemberben pedig jönnek az edzőmeccsek, majd a hónap végén rajtol a bajnokság.